Két hónap alatt nagy változáson esett át a Síkfőkúti alsótó és környéke. A 2015-ös esőzések alkalmával buzgárok alakultak ki a gát két oldalán. Ami a gátoldalban levő diófa, annak gyökerei miatt alakult ki. Ez egy elég nagy diófa volt, aminek a gyökérzete gyakorlatilag feltörte itt ezt a betonhalmazt, alábújt teljesen ott az átsurgó alá, és megemelte a teljes burkolatot, meglazítva ott a felületet. A másik gyökérszintje pedig egyenesen áttört itt ezen a gátszakaszon, és a kettő együtt okozta az erős vízátfolyást. A Viszmajor keretből kapott 37 millió forintból rendbe tették a tavat és környékét. A fákat a tó mellől a katasztrófa védelem előírásainak megfelelően eltávolították, a völgyzáró gátat megerősítették. A tóban felhalmozódott iszapot kitermelték, új iszapfogót építettek, és körben egy kavicsos szervízút készült. A hosszabb távú tervek között az alsó tó turisztikai célú hasznosítása szerepel. Körben sétányt alakítanak ki, kisebb piknik pontokkal, világítással. Ha a vízminőség megengedi, akkor ebben a esetleg időszakos kis amatőr vízilabda tornákat tudjunk szervezni, de előfordulhat az is, hogy a gyerekek számára, a családos kisgyerekek számára kedvezünk, és egy kis vízi játszóteret készítünk rajta, ahol is kis tutajokon tudnak mozogni a rájövő gyerekek, de az is lehet, hogy horgásztavat csinálunk belőle. Mindenről a helyi képviselőtestület dönt majd, az ehhez szükséges forrást önerőből kívánja biztosítani Noszvaj.